Ja. Ez le van merülve. Ezt töltenem kell. Olyan meddig bírja így, hogy nem mutat semmit az aksi és át van húzva. Ott van fűtés van. Úgyhogy most kint van dohányzás és kávézás. Az egoista bőkrémből. Látni belőle valamit? No, faszni. Ilyen kitekeredettem. És miért is kapcsoltam be? Valamiről akartam beszélni. Ugye nem volt megint egy jó darabig videó. Talán 2 hete, 3 hete volt. Nem tudom. És ugye abban a megfontolásban kapcsoltam be, hogy áll a hajam. Hogy legyen videó, de nem tudom, miről akartam beszélni. Azt tudom, hogy ezért fáradt vagyok. És ez az egyik oka annak, hogy ezért ritkán vannak videók. Mert egyszerűen lenne mondani valóm. Össze van írva a telefonba, jegyzetelve van az események, amiket el akartam mesélni, hogy mik történtek, hogy történtek. Csak egyszerűen nem tudok úgy leülni és jól elmondani, mert sok történet olyan, hogy most így simán elmondom, az úgy nem poén, ezt tényleg elő kell adni, ahogyan történt, megpróbálni úgy. És ugye reggel olyan 7 óra magasságába kelek, 9:30-ra megyek dolgozni, és akkor általában hétfőtől csütörtökig, 1:30-kor eljövök, 2:00-kor hazaérek durván. És akkor 4 órakor indulás van vissza. És ugye ebben az időszakban, ebben a napközbeni ilyen jobb helyeken ugye ebédidőnek hívják, de hát ez nem az. Szóval, és mit akartam ebből kihozni? Ja, hogy ez alatt az idő alatt, ugye egy kicsit angolozok, kicsit foglalkozok a weblapokkal, mert amiket még otthon indítottam, projekteket, lásd filmek, sorozatok.net, nagyon el lett hanyagolva, és igazából kéne velük valamit kezdeni, hogy a tárhely adom én, ne legyen fölösleges pénzkidobás. Jó, oké, értem én, hogy azért most az a évente 2000 forint nem egy nagy összeg azért a doménért, de az akkor is, hogyha az csak úgy a levegőbe megy, akkor annak úgy semmi értelme. Aztán, hát ugye ez a másik oka. Hát meg a fáradtság. Az ember örül neki, hogy leül, azt nem kell megmozdulnia. Úgyhogy ezt akkor most vegyük egy ilyen bejelentkezőnek, hogy ha még élek, és igyekszem összeszedni magam, aztán minél hamarabb jelentkezni valami olyan videóval, amiben, hát nem is az, hogy már ebbe is volt mondanom, amiben egy kicsit úgy mesélek arról, hogy mi is történt mostanság, mert hogy azért voltak történések. Na, bye-bye!